Monica taught, Monica was escorted in by Tibor Szilágyi. Tojsori Monika aranyban született Romániában, közel a magyar határhoz. Abban a városban született, amely örökre az emberek szívében van. A kivándorolt szüleivel Tibor, Ilona meg nővérével Andreával 20 évvel ezelőtt Ausztráliába. Még abban az évben Kis János atyának köszönhetően bekerült az áldott Magyarország műsorába. Ezt követően megismerkedett a cserkészettel, ami a mai napig is a szíve ügye. Egy nagy és gyönyörű örömmel volt része, hiszen Darwinba lett cserkészé avatva az óceán parton, egy kirándulás alkalmából. Úgy szintén a cserkészeten keresztül megismerte az életpárját Tóth Sándort, akivel boldog házasságban élnek. A szerelmi gyümölcse is kis cserkészek, Demjén és József. Az egész családnak cserkész vér folyik az erejében. Bármikor szükség van a segítségére, ő igenne válaszol. Ott van minden tevékenyedésen, és ahol tud segít. Monica Tojori was born in Arad, Romania, near the Hungarian border. She was born in a city that forever has the memories of the 13 martyrs in the hearts of its people. She went to the Hungarian elementary school, then attended the Gergely Csiki Gymnasium. She then immigrated to Australia with her parents, Tibor, Ilona, and her sister Andrea, 20 years ago. After that, she became acquainted with the Hungarian scouting that is still a cause close to her heart. It was with great delight that she was a part of the trip to Darwin, where on the coast of the beach, she was promoted to become a scout. She also became acquainted with the love of her life, Sándor Tóth, whom with she lives in a happy marriage. The fruits of their love are also scouts, little scouts still, Damien and József. The whole family holds scouting blood in their veins. Whenever her help is needed, she responds with yes. She's there for every activity and helps in any way she can. Most egy rövid beszámoló melbenei cserkészetről. Nagy örömmel lássuk, hogy a csapataink szaporodnak, nőnek és fejlődnek. Ma este is körülnézünk és láthassuk, hogy mennyien vagyunk. A múlt évben részt vettünk sok összejövetelen, táboron és több kiránduláson. Családi kirándulásunk volt Werribee állatkerthez, Leán cserkés és kis cserkészek voltak fák közt mászni, és fiú csapatunk volt golfozni. Az évünk egyik fénypontunk volt a vezetőségünk fejlődése. Tavaly augusztusban két cserkészünk, Laci és Ella Amerikába utaztak, hogy kis cserkész ősvezetői táboron részt vehessenek. Visszaérésük óta Vizsla ősöt vezetik. Emellett egyik vezetőnk, Réka, visszaérkezett Magyarországból, ahol egy évig a Balasi Intézetnél tanult. Now for a short update on the current scout troops here in Melbourne. It is with great excitement that our troop numbers are continually increasing, and it is a pleasure to see our young ones develop into the scouts they are today. Over the past year, our scouts have all had many opportunities to participate in fortnightly gatherings, annual camps, and various outings. This includes a trip to Werribee Zoo with all of our scouting families, tree climbing adventures, and mini golf. One of our highlights of the past year has been our increase in our leadership skills. Two of our older scouts, Les and Ella, attended the Junior Patrol Leader Camp in America last August and have put their skills into practice in leading the Vizsla troop. One of our leaders, Verka, returned to Australia at the beginning of this year, following a year spent learning about Hungarian language, culture, history and literature at the Balasi Institute in Budapest. A szabadék idejében szeret kosárlabdázni, néptáncolni és nagy bőgőjén is.
away by a trip to study law or interior design at Monash. Marta Viborka, kísérője a Balázs Tomorán. Petra Viborka, a Szakadás Katolikus Lány Gimnáziumra jár, 10. osztályos. Szívesen tanul angolt, történelmet, olasz és biológiát. Jövőre Cirácnak készít Magyarországra, és reméli, hogy Olaszországra is elvégi a kérdés. 3 éve tanulták egyedül, és az idei Bukvára Feszten a leány testvéreivel egy-egy felléptek négyzenével, és amellett 7 éve négy táncol. Érettségi után egészségügyi pályát választanak. Partvonulását a Kácsi Képjóknál tánctanára a Bodorékával tervezték és készítették. Petra Barka, escorted by Samuel Balázs. Petra attends Sacred Heart Girls College and is currently year 10. Her preferred subjects are English, History, Italian and Biology. Next year she plans to go to Hungary as an exchange student to study in Italy too. She has been learning violin for 3 years and has performed Hungarian folk music at this year's Hungary Fest with her sisters. She has participated in Hungarian folk dances for 9 years. After her graduation, she aspires to study in Hungary. Her favorite is done by the Kikachi dance teacher. Eszter 17 éves és szeret járni iskolában. Nyelvelőben színek kodicsolják. Ketten tanulják a színművészet, mivel szeret kreálás és színészkedés. A jövőben Eszter szeretne tovább tanulni színművészetben, és egy nap színész akar lenni. A film, televízió és színház más területre is érkezik. Gyártás és rendezése. Mrs. Fabian, escorted by Jackson Morris. Esther is 17 years old and enjoys attending school at Siena College in Canberra. Her favorite subject at school is drama, as she loves creating and acting. Her future plans involve studying drama and becoming an actress. She is also interested in other aspects of film, TV and theatre, such as directing and producing. Scott Emily, he should have seen a jövőben Emily szeretne az ICU Egyetemen tanulni kuklás és romát, roma mentőzésben és ápolásban. Nagyon szeret táncolni a kultúrkörrel, Emily imádja az állatokat, főleg kutyákat, jelteneket és gyilkos bánnákat. Emily Schock, escorted by Abby Sebastian. Emily is currently in year 11 at Abbott College. Her favorite subject at school is horticultural studies, and in the future she plans to complete a double degree in home medicine and nursing at ACU. She loves being a part of Hungarian dancing at Kultúrkör and says she is obsessed with animals, in particular orcas, dogs, and dolphins.
Segítségüket, hogy betanították egy táncot, amit később bemutatni fogják az első bálozók. Mind a nehéz munkájukat meg lehet látni. Köszönjük Piri, Tibi, Lucia és Laci. Köszönjük Szabó Pityut és Robit, hogy adományozták a ködgépjüket a mai estére. Didn't they look fabulous? We would like to thank their dance teachers, Tibor and Piri Silagi, who gave up their time to teach the waltz and tango, and Lucia and Lotzi Moleko for their help in teaching the dance, which will be presented to you later in the evening. As you can see, all their hard work paid off. Thank you, Tibor, Piri, Lucia, and Lotzi. Thank you also to Piku and Robbie for their donation of the dry ice machine, which was used in tonight's performance. Most kérjük Szilágyi Tibit, hogy kíséri a bálanyánkat, Monikát a táncparkertre, hogy hivatalosan megnyissák a 2017-es Anna bál. We would now like to ask Tibit.
Egyetemen, ha jogot tudnék folytatni az,
az nagyon, nagyon szerencsés lennék, meg nagyon is akarom, de még az belső építész is, az is nagyon érdekel, szóval ezzel a kettővel gondolkozok, hogy melyik érdekel inkább. Marta Viborka, kísérője Balázs Samuel. Petra Viborka, Szentgyörgyi Kolokos Lány Gimnáziumba jár, 10. osztályos. Szívesen tanul angolt. Júliusban kezdtünk el, csak egy hónapig próbáltuk. Július kezdetén elkezdtük, és utána még minden vasárnapként volt a szolsza és a tangó, és utána még a waltzer is elpróbáltuk minden vasárnapon, 10-től így 3-ig, és így voltak a próbák. És utána az utolsó hétben, a tánc előtt, vakáció is volt, szóval akkor így 2-szer egy héten volt táncpróbánk. Egyáltalán nem volt fárasztó, szóval minden héttel egyszer egy nap nem volt nagy dolog. Meg a táncpróbák sem, mindig volt szünet a tánc közben, szóval jó volt. Eléggé szigorúak velünk az, hogy tartjuk a magyar kultúrát és a nyelvet is, és hogy gyakoroljuk, és hogy ne adjuk fel, hogy maradjon ez a, ami a miénk, az anyanyelvünk. Hogy még ráérek, azt is tudom, hogy innen.
Cserkész Csaba Tisztet, aki a külföldi Magyar Cserkész Szövetségnek az elnöke. Imre, te sok világ részen jártál, most mit keresel itt Ausztráliában? Hát üdvözlöm a nézőket, és köszönöm a lehetőséget, hogy egy pár szót szóljak. Eljöttem most már negyedik alkalommal Ausztráliába meglátogatni a külföldi Magyar Cserkész Szövetség ausztrál csapatait, és részt venni a 10. Ausztrál Jamboree-n. Nagy öröm részemre, különösen azért, mert idén már távoloztam több világrészen, mint hogy a külföldi Magyar Cserkész Szövetség 4 földrészen működik, és mindig fölemelő így ebbe a gyönyörű természetbe az ausztrál cserkészekkel együtt lenni. Érdekességek is voltak részemre, mert azért ilyen hőséget, amikor januárban az ember eljön az Egyesült Államokból -2 fokból, a 40-be, hát igen, ez egy érdekes élmény volt részemre, de ugyanakkor nagyon kellemes élmény. Talán azt mondanám, ami nem más, az, hogy ahogy meséltem a cserkészeknek is, hogy őket összecsomagolnám most, és elvinném őket Buenos Airesba, vagy Bécsbe, vagy Clevelandba, és kitenném az ottani tábortűznél, teljesen otthon éreznék magukat. Megfigyeltem, hogy cserkészeink a 7 vagy 8 tábortűzön, amin most voltam, ugyanazokat a népdalokat éneklik, mint az amerikai, észak-amerikai, dél-amerikai és európai cserkészeink is. Na, ezeken kívül eddig mik voltak a benyomásaid? Ami nagyon tetszik nekem, az a tábornak a nagyon cserkészszerűsége, hogy mennyire itten még a természetbe ki lehet menni a cserkésznek, építeni, portyázni menni ebbe a gyönyörű természetes eukaliptusz erdőben. És hát a cserkészeknek a fegyelme és a hozzáállása is nagyon pozitív. Amikor megérkeztem, hát a angol és a magyar beszéd, mint minden cserkésztárban egy kicsit nehézkésen ment a magyar beszéd, de ahogy a napok folytak, a gyerekek jobban és jobban beszéltek magyarul, és el kell mesélnem, Lána itt volt az ausztrál, volt főcserkész, meglátogatta a tábort, és a William Wells végigség tartott a tábort, és nagyon vicces volt, amikor szóltam a gyerekeknek, hogy ezzel a bácsival, ezzel a cserkész bácsival szabad angolul beszélnek, azt mondhatom, hogy köhögtek angolul, és nem beszéltek angolul, és nem tudták a kifejezéseket. Szóval úgy látszik, hogy jó munkát csináltatok. Máma a világban van 26 millió cserkész. Ez nem magyar cserkész, mindenfajta cserkészek. Ausztrálok, amerikaiak, afrikaiak, ázsiaiak, és így tovább. A 26 millió belül van több mint 20 ezer magyar cserkész. Ezekből 4 ezer van a külföldi Magyar Cserkész Szövetségben, mi szövetségünkben, Ausztráliában, 3 országban, Dél-Amerikában, USA-ba, Kanadába és Európába, én Nyugat-Európába. Ez a szövetség 1945 óta működik, és az ausztráliai cserkészek ennek egy integrális része. Ugyanakkor az anyaországban és a elszakított területeken, azaz a határon túl is vannak cserkész szövetségek. Magyarországon az eredeti 1910 óta létező Magyar Cserkész Szövetség egy nagy erősség 8000 taggal, van egy kisebb leányszövetség, és a határon túl úgy Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, Délvidéken és Horvátországban is vannak cserkész szövetségek. A 8 Magyar Cserkész Szövetség rendszeresen gyűl évente 2-szer, vagy Budapesten, vagy valahol a Kárpát-medencében, ebben mink is részt veszünk. És talán úgy mesélném ezt el, hogy érzékelje a néző, hogy ez mennyire bensőséges, amikor 2005-ben a jubileumi nagytáborban, Fillmore-ban voltak Argentínából, Brazíliából, Venezuelából, Ausztráliából, Nyugat-Európából magyar cserkészek, voltak erdélyi, anyaországi, felvidéki, délvidéki cserkészek is. És együtt táboroztak, együtt gondolkoznak, ugyanaz a jellemrendszer, ugyanaz a gondolkozásuk van. És így a magyar nemzet együtt volt. Bensőséges kapcsolatunk van, segítünk egymáson. A Külföldi Magyar Cserkész Szövetség egyik érdeme és elődeinknek a nagy érdeme az, hogy a 90-es években a magyar cserkészetet a Kárpát-medencéből megsegítették a beindítását, és máma is együttműködünk. Kis példája, hogy októberben Sepsiszentgyörgyön 12 cserkésztisztet képeztünk ki, 8 erdélyit, 2 délvidékit, 2 felvidékit,
és a kiképző keret az Ausztriából, az USA-ból, Magyarországból és Felvidékre, az a Szlovákiából volt. A világ az kisebb lett, és mi nyugaton, hát mint te is, Éva, én is, mint szülők, kínlódunk, hogy a gyermekeink magyar nyelvet megtanulják és magyarnak maradjanak. Itt is a cserkész szülők nagy áldozatot hoznak azért, hogy gyermekei cserkészetben járjanak magyar iskolába. De ennek óriási eredményei vannak. Nagyon fölemelő, amikor valakinek a gyermeke elmegy Magyarországba vagy a Kárpát-medencébe, és nem veszik észre rajta, hogy nem ott született. Amikor a gyerek világszerte találkozik magyarral, tud vele beszélni, tud kapcsolatot teremteni. Én pozitív vagyok, hogy meddig fogjuk bírni, azt én sem tudom. Abban nagyon reménykedek, hogy még egy hosszú ideig, és engemet túléljen a külföldi magyar cserkészet, de remélem, hogy a gyermekeinket is túl fogja élni. Meglátjuk, ez egy nehéz feladat, ahogy tudjuk, itt Ausztráliában is a magyar közösségek sorvadnak, ugyanakkor jönnek Magyarországról, Kárpát-medencéből új magyarok tanulni, dolgozni. Ezeket nekünk föl kell karulni, be kell fogadni. Adjuk át a mi értékeinket, amiket 50-60 éve nyugaton még őriztünk és tartottunk, azt a magyar érzést, amit a szüleink és nagyszüleink hoztak a Kárpát-medencéből, és adjuk át a cserkész eszmét, és ezzel egy jobb és tisztességesen magyar nemzetet tudunk formálni. Nagyon helyes, tehát mint utolsó üzenet az itteni magyaroknak talán az lenne, hogy... Hát tartsanak ki, harcoljanak tovább, hozzanak áldozatot a szülők, hogy járjanak el a magyar templomba, a magyar közösségekbe, a cserkészetbe, a magyar iskolába, mert sokkal értékesebb egy nyugati magyar gyermek, hogyha beszéli az anyanyelvét, érti a kultúráját. Többet ér, mint a tipikus ausztrál vagy amerikai, aki csak egy nyelven, egy kultúrát ismer. És a nagyvilágban mink, magyarok, ezt ki tudjuk használni, bár csak 16 millióan vagyunk, szét vagyunk szólóva, de egymást megsegítjük, akkor jobb magyar jövőt tudunk előhozni. Köszönjük szépen, Imre, és a jó utazást! És feltétlenül igazat mond. A cserkész hívet teljesíti kötelességei, amelyekkel Istennek, hazájának, embertársainak és a magyarságnak tartozik. A cserkész, ahol tud, segít. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint. A cserkész másokkal szemben gyöngébb, magával szemben szigorú. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz, és kiméli a növényeket. A cserkész feljebb valóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik. A cserkész vidám és meggondolt. A cserkész takarékos. A cserkész testben és lélekben tiszta. Sem működhet benzin nélkül. Az emberi lélek üzemanyaga a hit, amely az igazán nehéz megpróbáltatások idején erőt ad nekünk. A cserkészet komoly hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekeket egy életre feltankolja az Isten iránti szeretettel és bizalommal. A vallás nem csak kapaszkodó az élet meredek kaptatóján, de biztos, megbízható iránytű is.
amely segít eligazodni a legbonyolultabb kereszteződésekben is. A cserkészetben nagyon fontos a megélt lelkiség. Az, hogy van egyfajta viszonyunk a transzcendenshez, Istenhez, és hogy ebből a szemszögből van viszonyunk egymáshoz. És ez egy nagyon fontos összetartó erő. Én például azért lettem lelkész, mert sokáig kerestem azt, hogy mit jelent a hogy szent lélek. És azt gondolom, hogy egy közösségben, és ezt a cserkész közösségben éltem meg, a szent lélek az, ami tetten érhető, de nem ebben az irányultságban, hanem ebben. Tehát, hogy ahogy a mellettem levővel bánok, ahogy mondjuk odaadom a kis cserkésznek a bicskámat, aki mellettem van, és tudom, hogy a reggel odaadom a reggelinél, és beleteszi a vajas dobozba, az nekem egész nap nagy kíny lesz, mert mondjuk nincs sok lehetőség, meg idő, hogy letakarítsam, de mégis odaadom neki, mert azt akarom, hogy tudjon reggelizni. Nyilván nem tudatosan azért, mert olyan jó fejkeresztény vagyok, de hogy az ilyen apró dolgokban, hogy mondjuk egy kiránduláson egymás kezéből kikapkodják a 20 literes kannát, mert hogy ne ő vigye, hanem én. A jelzek valóságok, tehát nem csak rajzoljuk a szépet. Neve katolikus családban nőttem föl, és nagyon tetszik az, hogy itt sok fiatal van, és tényleg mindenki vallásos. Tehát persze előfordulnak olyanok is, akik nem, de mindenképpen motiváló az, hogy mert ugye manapság sokan gáznak tartják ugye az ilyen Isten hívő dolgokat, de itt abszolút nem gezdett, itt tök nyíltan tudunk erről beszélgetni, meg hogyha valakinek valami baja van, akkor az sem meglepő, hogy azt mondják nekem, hogy akkor majd imádkozok érted. Amikor cserkész fogadalmat tesz valaki, az egy nagyon nagy dolog, és akkor az Isten előtt is megígérik, hogy azt tesszük, ami a fogadalmunkban benne van, az Isten hazaembertársi szolgálatra felesküszünk akkor, és azok a gyerekek, akik fogadalmat tesznek, akkor nagyon szép ceremónián mennek keresztül, ahol a csapat cserkész tagjai befogadják őket cserkészé. Mindig az a legszebb pillanat. Én azt hiszem, hogy Magyarországonak talán lehetünk egy sikersztoria, két ok miatt is. Az egyik, egyrészt nagyon nagy szükség van sikertörténetekre. A pozitív példának az erejére, mert nagyon ki vagyunk fáradva. Mindannyian, tehát akik itt éljük a mindennapokat. Az egyik az, hogy nincsen társadalmi teljesítmény. Tehát a társadalmi teljesítmény nem pénzben mérhető, mert nagyon lassan térül meg. És talán nekünk van arra esélyünk, hogy legyen társadalmi teljesítmény, és talán amiatt tudjuk ezt megtenni, hogy itt azért van egy egység, meg megértés, meg egymásnak a támogatása, meg őszinte öröm egymás sikereinek, ami a társadalomban nincs meg. És én azt gondolom, hogy ha mi meg tudjuk a saját világunkban ezt teremteni, és meg tudjuk mutatni, akkor ez a pozitív példa talán kifelé. A magyar cserkészet történetében a kommunizmus évtizedei komoly törést jelentettek. Az MCS-t 1948-ban erőszakkal beolvasztották a pártállami rendszert kiszolgáló, szocialista embertípus nevelő úttörő mozgalomba. A hamu alatt izzó parazsat turista egyesületek és indián játékok formájával őrző maroknyi bátor embernek és a külföldön működő emigráns csapatoknak köszönhetően azonban a magyar cserkészet a tiltás ellenére sem tűnt el a föld színéről.
addig... ...éhecske vagy hangya vagy bármi egyéb. És mindazt, ami a kalandregényekből, kalandfilmekből számára ismerős, azt itt eljátszhatja. Egy erdőben voltunk egy sátorban, nagyon izgalmas volt, egyedül voltunk, anyuka nélkül, apuka nélkül. Voltunk egy tábor alkalmával, hogy a csapatot elviszik egy napos túrára, és elmentünk, hogy a terepet járjuk be, hogy tudjuk, mára kell vezetni a csapatot. És ugye persze ott malnak, szeder, minden. Nagyban nekiálltunk, ettük a malna, a szedret, egy olyan 50 méterre, csak lassú, hogy a bokor megmozdul, egy medvebocs kiszakik, mert a másikba, na akkor egy kicsit nagyon megjártunk. Nagyon jó dolog, szerfőkés, és rengeteg játékot. A modern technika kényelmesebbé és biztonságosabbá tette életünket. Elszoktunk azoktól a mindennapos apró küzdelmektől, amelyek talán nehezebbé, ugyanakkor tartalmasabbá is tették nagyszüleink, dédszüleink gyermekkorát. A média könnyen, erőfeszítés nélkül elérhető siker és gazdagság illúzióját közvetíti felénk. A szobázó életmód és a szegény sorsú fiatalok csellengése, amely annak idején cselekvésre bírta a cserkészet alapítóit, mai nagyvárosainkban hatványozottan jellemző. Az elkényelmesedett, a gyakorlati dolgokban súta és esetlen gyerekek sokszor a cserkészetben találkoznak először igazi kihívásokkal. Amikor beköltözünk egy táborba, ott nincs semmi. Általában egy, például az én csapatom, mi mindig valamilyen kis erdős helyen táborozunk, messze a legközelebbi lakott településtől. Beköltözünk oda, nincs semmi. Mire a tábornak a feléhez érünk, már minden őrsnek van körlete, asztala, polca, vannak sátrai, van latrinánk, minden ilyesmi. Olyan dolgokat is megtanulunk, amiket például otthon vagy máshol sose. Például táborkaput építeni, meg felállítani a sátrat, akkor csomók. Megtanulunk fát vágni, meg ásni, meg főzni. Hát én úgy szeretem terhelni magam, és amúgy otthon eszembe nem jutnak például ásni egy latrinát a kertben, meg fát aprítani, de így alkalmam van rá. Meg szerintem így a lányokra itt az a cserkészetnek azért része, hogy foglalkoznak az ilyen nagyon kicsikkel, meg ápolgatják a társaikat, meg főzőcskéznek, meg mosogatnak. Úgyhogy olyan háziasszonyoskodunk például egy csapattáborban. Ha egy gyerek úgy nő fel, hogyha én le akarok ülni, akkor építeni kell egy padot. Akkor egy olyan mentalitás épül ki belőle, ami felnőtt korában azt a gondolkodást fogja magával hozni, hogyha valami nem tetszik a lakókörnyezetemben, valami nem tetszik az országban, akkor meg kell változtatni, mert én tudom, hogy hatással vagyok a környezetemre. Ha van valami, ami a cserkészetben közös, akkor ez a gondolkodás, hogy minden cserkész tudja, zsigereiben van az, hogy ő hatással van a világra. És hogyha valamit lát, amit szeretné másképp működjön, vagy valami megvalósuljon, akkor majd ő megcsinálja. Ebben közösek vagyunk. A modern kor adott az embernek egy nagyon veszélyes képességet. Egyedül jól érezni magát. Talán soha nem volt még fontosabb, hogy a gyerekek igazi közösségekben nőjenek fel, és tapasztalják meg, mit jelent egy jó banda tagjának lenni, milyen a közösen átélt próbatételeken és csibészkedéseken alapuló barátság. Mai fiatalok számára én azt gondolom, hogy egy mencsvár, egy olyan kikapcsolódási lehetőség, amikor elengedhet mindent. Elengedheti a Facebookot, elengedheti a különböző számítógépes játékokat, elmehet a tévé elől, és nem ez a pedagógiai szaknyelven szólva legeltetése zajlik a gyerekeknek, hanem egy állandó tevékenységet a barátok között, ahol nem trendi az, hogy túlságosan felnőtt legyek. Ahol meglehetek magamnak gyerek,
ahol nyugodtan összekoszolhatom magamat, ahol, ahol vidáman játszhatok, és a vezetőim is fiatalok, akik ráadásul figyelnek is az én egyéni előremenetelemre. Egy cselkész szerintem azt érzi a csapatban, hogy figyelnek ő rá, és hogy törődnek ő vele. Az ember az egy társas lény, tehát itt vannak jó barátok, szomorú vagy, odajön, megvigasztok, áldozótok egy nóta, bar megyet játszottok, a tábortűznél az egy felemelő érzés, hogy együtt vagy 50 emberrel, 100 emberrel, az akar az őseddel, 10 személlyel, 8 személlyel, ez az egy felemelő érzés, tudod, hogy ha bajba vagy, akkor van, akire számíts. Nem csak olyan, mert a mai világban legtöbb csak olyan barát van, hogy jóba barát, de a rosszban nem. De tudjuk, hogy az egyik beléjásik egy szakadékba, akkor mind a hét odaáll és kihúzza, vagy utána szökik, hogyha a lábát ölt és segítsen rajta, vagy van. Tehát nagyon egy összetartsa az embereket, összekovácsolódik. Van is egy olyan cserkész törvény, hogy minden cserkész testvérének tekint a cserkész, és tehát, hogy így viszonyulnak az, a cserkészekhez a többi cserkész is, tehát, hogy így oda mentem, és egyből be is fogadtak, tehát, hogy nem volt semmi, hogy be kellett illeszkednem, mert már oda mentem, és már be voltam illeszkedve. Nekem ez a cserkészet azt jelenti, hogy amikor a szüleim meghaltak, én bekerültem egy olyan közösségbe, ami 26 éve a közösségem. És hogy ez egy nagyon, nagyon komoly kapcsolati háló, ez így több, mint barátság. És ameddig nem volt saját családom a feleségem révén, addig ez volt az első számú családom. A legjobban megtervezett, legnehezebb terepen is helytálló jeep sem működhet benzin nélkül. Az emberi lélek üzemanyaga a hit, amely az igazán nehéz megpróbáltatások idején erőt ad nekünk. A cserkészet komoly hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekeket egy életre feltankolja az isteni rá...
éve kell megtudni, hogy milyen volt ez a szép élet cselekedetben. Hogyan kezdődött el, és hogyan jutottunk ide? Szabad megkérdezni ezeket, hogy elsorolja nekünk. Köszönjük! Nagyon szívesen, kedves szíve! A nevem Lipajra Károly, a cserkészek Kurupánnak ismernek, és jelenleg 87 éves vagyok. Az egész életemet a cserkészettel töltöttem, mint 10 éves gyerek kezdtem, és életem utolsó napjáig is úgy érzem, hogy cserkész vagyok, és cserkész is maradok. Itt Ausztráliában, mint testnevelési tanár működtem 20 évig, otthon a békeidőben a Magyar Királyi Hadseregnek voltam a szádosa. Jelenleg az otthoni, a jelenlegi rendszer, az otthoni magyar rendszer előléptetett ezredesnek. El kell kezdenem tehát mondani azt, hogy a magyar cserkészet megalakult itt Ausztráliában 1956-ban. Előzőleg Sydneyben volt már cserkész csapat, Bernard Béla parancsnokság alatt. Itt mi nálunk először a Falls Melbourne First Hungarian címen az ausztrál cserkészszövetség égisze alatt kezdtük működni, és a Magyar Cserkészszövetség Regnum Marianum nevet adta nekünk ennek a csapatnak a neveként. Nem sokáig működött ez az első csapat, aztán a vezetőknek a munka viszonyai miatt ez megszűnt. Másodjára alakult meg a csapat 1962-ben. Akkor már a Victoria Magyar Szövetségnek Richmondban, a Fatemplomban volt egy gyülekező helye, ott volt az állandó összejövetelő. A második csapatnak a tulajdonképpen fenntartója a Victoria Magyar Szövetség volt, aki az összes cserkészek számára egy cserkész sapkát adományozott, mint első kezdés. Itt gyülekeztünk még szombat délutánonként állandóan, a cserkész csapat mint olyan megalakult. Egy időben alakult meg Perth-be is a cserkész csapat, úgyhogy 1963-ban megalakult az első jambori a Bakás tanyán, ahol nagyon kellemes körülmények között a Sydney, a Perth és a magyar cserkész csapat együtt működött és együtt töltött 10 napot. A következő jambori már 66-ban Perth-be volt, ahol közben pedig megalakult az Adelaide-i két csapat, aztán megalakult a Perth-i csapat, azután később a Geelongiaknál két csapat, úgyhogy 13 csapatja volt a 60-as és 70-es években a táján az Ausztráliában. Közben én csapatparancsnok voltam a Kunor és Magyar Cserkész csapatban, amikor azután átvettem az Ausztrália kerület parancsnokságát 1967-ben, és attól kezdve egész 83-ig én voltam az Ausztrália kerület parancsnoka. Sokat utaztam mindenfele, 9-szer voltam Amerikában, mint a Bodnár Gábor szövetségi elnöknek a helyettese, és mint előadó a tiszti táborokban. Azon kívül az összes jamborikon részt vettem, ami itt 3 évenként volt Ausztráliában, és a csapatnak a parancsnokságát átadtam Pálos István cserkész csapattisztnek, aki azután azóta is egészen a 90-es évek elejéig vezette, majd átadta a csapatparancsnokságot a Weber Elek, Néhai Weber Elek cserkésztisztnek, és a magyar központban, tehát az új cserkész otthonban működtek már ekkor. Elmondtam mindent, amit erről tudok, és ez az az érzésem, hogy adtam egy rövid tájékoztatót. Aki nekem kis cserkészem volt, és a második csapatban, mint kis cserkész kezdte a működését, és lett segédtiszt, és cserkésztiszt, és cserkész csapattiszt, és különböző parancsnoksági beosztásokat végzett. Ő átadta azután a parancsnokságot a Kovási Évának, Halka Évának, aki Amerikából jött ide, mint a Kovási Péternek a felesége.
Kartra Éva azért nevet említem, mert úgy ismerik Amerikában a Kovács Évát, hogy Kartra Éva, és ő volt a New York-i csapatnak a parancsnoka.